Milyen módszerrel azonosítható a sósav, a salétromsav és a konyhasoldat? Három főzőpohárban ismeretlen sorrendben híg sósav, híg salétromsav oldat, illetve konyhasoldat van. Azonosítsuk a három oldatot pH-mérés és ezüst nitrát oldat segítségével. Először a főzőpoharakból a kémcsőekbe félkémcsőnyi mintát kiöntök. Ezt ketten mérjük meg a főzőpoharakba visszamaradt oldatnak a pH-ját. Vizsgáljuk meg először az első oldatét. Az első oldat esetén a mérőműszer 6,7 körüli pH értéket mutat. Ez a közel 7-es pH oldat gyakorlatilag semleges. Vizsgáljuk meg a második oldatnak is a kémhatását. A második oldat esetén az oldat pH-ja kisebb, mint 1, ez egy erősen savas kémhatású oldat. Végül nézzük meg a harmadik oldatnak is a pH-ját. Ja, közben magamnak itt filmet veszek föl. Bocs, szia! Elnézést, nem vagyok. Már nem van a szíves. Nem tudom, már erről van. Jó, mert vizsgálhatunk a gyereket, meg kéne írni a netra jegyét. Aha. Mert én nem tudok hozzá. Passz. Na, vizsgáljuk meg a harmadik oldatnak is a pH-ját. Előtte leöblítjük az elektródot. A harmadik oldat esetén szintén 1-nél kisebb pH értéket mutat a műszer, azaz a harmadik oldatnak is a kémhatása erősen savas. Most pedig a kémcsőekbe kitöltött kis mintákhoz adjunk ezüst nitrát oldatot, figyeljük meg, mi történik. Az első oldat esetén fehér csapadék vált ki az ezüst nitrát oldat hatására. Nézzük meg, mi történik a második kémcsőnél. Az ezüst nitrát oldat hatására ebben a kísérletben nem tapasztaltunk változást, és végül a harmadik kémcső tartalmához szintén adjunk ezüst nitrát oldatot. Itt megint csak fehér csapadék kiválását tapasztaltuk.
Mi a magyarázata a tapasztaltaknak? Az első oldat kémhatása semleges volt. Ez a semleges kémhatású oldat a nátriumklorid. A két másik oldatnál a pH egy alatti érték volt, illetve egy körüli érték. Ez a két folyadék a sósav és a salétromsav. A minták második sorozatához ezüstnitrát oldatot adagoltunk. Két kémcsőbe történt fehér színű csapadékkiválás, a harmadikba pedig nem történt változás. Csapadékkiválás a nátriumkloridot, konyhasót, illetve ezt inkább újra mondom. Tehát a minták második sorozatához, még egyszer mondom, a mintánk második sorozatához ezüstnitrát oldatot adtunk, csapadékkiválás az első és a harmadik kémcső esetén volt megfigyelhető. Ezek a kémcsek konyhasó oldatot, illetve sósat tartalmaztak. A két kísérlet alapján a semleges kémhatás oldat, amelyben az ezüstnitrát csapadékkiválást okoz a nátriumklorid vizes oldata, a harmadik oldat, amely savas kémhatású és az ezüstnitrát hatására szintén csapadékkiválás tapasztalható a harmadik oldat, amelynél ezüstnitrát hatására szintén csapadékkiválás történt, és ugye a kémhatás erősen sas a sóssal, és akkor kizárásos alapon a második oldal, amelynek a kémhatása savas, de az ezüstnitrattal nem adott csapadékot, pedig salétromsavat tartalmazott.